A vetélkedőn szerzett tapasztalatokról és élményekről mesél Ilkit Lajos. A régi fiatalok hagyományőrző csoport a hétvégén ismét a közönség előtt bizonyíthatta tehetségét. A 2015-ben megalakult szervezet ugyanis idén is bejutott az országos nyugdíjas Ki mit tud döntőjébe. A csoport ez alkalommal is egy saját színdarabbal állt a zsűri elé, amely a Cigány szerelem címet kapta, mutatott rá Ilkit Lajos. Azokból írom, azokból a tapasztalatokból gyerekkorban megéltem. Különböző dolgokat, különböző megyasszony siratás, halott siratás, stb. A farsangi népi játékokban is szerepel. Ezeket a dolgokat megéltem, és ezt próbálom plántálni úgymond a fiatalok felé. Tehát a mi célkitűzésünk az, hogy a nép a hagyományok ápolása és tolmácsolása a fiatalabb generáció felé. A humorban és táncokban gazdag szerelmi történet a bírák tetszését is elnyerte, így a csapat kiemelt arany minősítéssel térhetett haza a harkányi döntőről. A hagyományőrző csoport mellett a Baja Szent Istváni Nyugdíjas Klub is eredményesen szerepelt a vetélkedőn. A több mint 20 éves múlttal bíró közösség egy látványos koreográfiával állt színpadra, a produkciót pedig arany minősítéssel jutalmazta a zsűri. Varga Erzsébet elmondta, a felkészülés során kevés idő állt rendelkezésükre, így meglepetésként érte őket az eredmény. Január végén határoztuk el, hogy mi igazából a farsangi bulira készülünk egy Zorba tánccal, ahhoz képest, hogy most mi május végén ezt az eredményt elértük, ez nekünk egy hatalmas siker volt, ahhoz képest, hogy nagyon kevés időnk volt felkészülésre. A tanévzárót követően a nyugdíjas klub számára is beköszönt a vakáció, a szépkorúak azonban a nyári szünetben sem tétlenkednek, ősszel születésnapot ünnepelnek. A Bajai Szent Istváni Nyugdíjas Klub ugyanis novemberben ünnepli alapításának 24. évfordulóját.